Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Végre itt a nyár, itt van a nyaralós szezon, lehet menni biciklizni, az emberek vihetik magukkal autóval a nyaralásra, vagy esetleg mehetnek kifejezetten bringatúrákra, és ahogy egyre jobban terjednek a hobbi terepjárók, egyre gyakoribb a vonóhorogra szerelhető tartó. Nyilván ennek vannak komoly előnyei, például az, hogy mondjuk egy ilyen 20 kilós e-bike-ot nem kell bickóból felrakni a magas autónk tetejére, meg hát nyilván be tudunk vele hajtni parkolóházakba és hasonlók. Nyilván hátránya is van, hiszen hogyha ráfutásos baleset történik, akkor nem az autónk lökhárítóját, hanem azzal együtt még egy 2-300 ezeres tartót, valamint egy 1,5 milliós biciklit is lenullázunk, de ettől most tekintsünk el. A lényeg az, hogy ez a fajta bringaszállítási mód magával hoz egy olyan problémát, hogy ahogy itt mögöttem látszik, a bicikli simán kitakarja az autó rendszámát, főleg, hogyha van egy ilyen nagy akucsomagja, vagy esetleg van hátsó futóműve, nem látszik. Tehát vagy egy szürke rendszámra van szükségünk, vagy pedig át kell tennünk az autó saját rendszámát a bringatartóra, de amit semmi esetre sem szabad csinálni, az az, hogy gyártunk egy rendszámot otthon, aztán kicseréljük. Ennek fogunk most utána járni. Nyár van, szezonja van a bringázásnak, nagyon sokan visznek magukkal bringát, akár mondjuk az Alföldre mennek nyaralni, akár a Pilisbe, akár külföldre, és talán most arra elmondható, hogy az ilyen hobbi terepjárókon az egyik legnépszerűbb szállítási mód az a vonóhorgos tartó. Na most ez viszont magával hoz egy olyan problémát, hogy a rendszám. És ezzel kerestél meg, hogy ez megint egy hasonló dolog, mint a szélvédő matrica, hogy sokan nem tudják ennek a szabályos használatát. Mi is itt a probléma ezeknél a vonóhorgos tartóknál? Ugye az a probléma, hogy 2017-ben végre megalkották azt a fajta jogszabályt, hogy megszületett a szürke rendszám. Ugye ez azt jelenti, hogy az autónak lehet egy harmadik rendszám, ugye külföldön ez egy bevett szokás, vannak bizonyos országok, ahol már ez előfordul és megcsinálják. Ausztriában például piros színű a harmadik rendszám, amit föl lehet rakni a kerékpár szállító vonóhorogra szerelt eszközökre. Ugye nálunk ez egy nagyon nagy dilema volt régen, hogy mi legyen, el lehet-e távolítani a rendszámot az autóról és fölrakni a kerékpár szállítóra, a rendőrségnek volt olyan álláspontja, hogy nem. Akkor jöttek azok, hogy akkor ki műanyagból legyártották, ráírták, hogy másolat, kopi, ugyanaz a rendszám, ugye az se lehetett. Ha jól tudom, az még csak nem is szabálysértés, hanem egyenesen bűncselekmény, hogyha mondjuk egy A autóról leveszel egy rendszámot, és fölrakod egy B autóra, és kihajtasz fel egy forgalom. Az egyedi azonosító jelnek a meghamisítása, ugye főleg akkor, hogyha ez egy matricára nyomtatott, hiába megegyező az autódéval, az egy olyan rendszám, amit te egyedileg más karakterekkel és egyébben állítottál elő, így azért, hogyha egy olyan rendőrt fogsz ki, már pedig minden rendőrnek olyannak kéne lennie, azért elő kéne, hogy állítson, és le kéne folytatni egy eljárást. Tehát ha jól értem, akkor ez ha otthon rajzolok egy rendszámot, vagy nyomtatok egy rendszámot, akkor az nagyon hasonló ahhoz, mintha átraknám. Így van, így van. Ez egy egyedi azonosítónak a meghamisítása. Nagyon sok kerékpár, ahol árulták ezeket az eszközöket, a tartókat, lehetett ilyet venni. Most már amúgy a webáruházak is megszüntették, de régen ezt simán legyártattad. Volt, aki a matricagyártók, bementél, köszöntél, mondtad, hogy ezt szeretnéd, és ugyanazzal a formával, ugyan a betű mérete, meg karakterek azért eltértek, nem volt fényvisszaverő egyéb, az teljes, ez tilos, de mai napig futnak ilyen autók, amúgy lehet látni. Nekik csak a rendőrség, de az adott rendőri szerv vérmérsékletén múlik az, hogy milyen elbírálás alá esik. Pontosan, pontosan. Jó. Viszont 2017-ben behozták ezt a szürke rendszámot, egy kicsit utána olvastam, hogy ez kötelező, aztán néhány hónappal utána tulajdonképpen meg is szüntették, és azt mondták, hogy rekreációs jelleggel elkészítheted magadnak, hogyha erre igényed van. Hát 2017 április 1-én jelent meg ez a rendelet, akkor volt egy nagyon nagy fejetlenség ebbe, ugyan szürke rendszám már volt, de az összes ilyen kerékpár szállított be kellett mutatni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak valamelyik fix állomásán, ebből hatalmas sorok voltak és nagyon nagy kalamajka, mert ha volt több kerékpár szállítód, akkor többet kellett, szemlébe kellett, 1770 forintért, de végig kellett álljad a sort, meg kellett nézzék, kijöttek, lefényképezték az autódat, a tartódat, mindenedet, és senki nem tudta. Ez 3 hónapig tartott körülbelül, ameddig mondjuk ki, ez nem reális. Ez nem volt jó. Tehát megint nem annyira a pénz a probléma, az 1770 forint, az idő, az elcseszett idő és az utána járás. És akkor még mindig próbáltak ezen finomítani, és akkor megszületett amúgy egy egész jó döntés. Az lett a döntés, hogy akinek igénye van szürke rendszámra, az igényelheti az okmányirodába,
5500 forintért, úgy, hogy utána a forgalmi engedélybe hátra beírják, hogy szürke rendszámmal ellátott az autó, de akinek nincsen igénye és tudja a hátsó rendszámát könnyen szerelni, az fogja, eltávolítja, és az autónak a leghátsó pontjára a gyári szabványnak megfelelő tartóba beteszi, úgyhogy azon lenni a rendszámvilágítás és egyéb, és onnantól kezdve nem kötelező a szürke rendszám, viszont élhetsz vele, hogyha van egy fix tartód, és te nem szeretnéd szerelgetni, csak felakasztod, akkor a szürke rendszámmal tudod használni. Tehát, ha jól értem, akkor a szürke rendszám az esetleg annak az embernek érheti meg, aki nem egy évben kétszer viszi a bicikliét nyaralni, így vagy van, akárhova, hanem mondjuk heti rendszerességgel mozgatja, mert mondjuk versenyző vagy intenzív hobbista. Így van, vagy egyszerűen nem szeretne annyit szerelni, azért nem egy nagyon nagy összeg, 5500 forintot most már kibírnak az emberek, ugyan van egy némi nemű utánajárás, de akkor az autóval mindig együtt mozog, és többet nem kell eltávolítani. Azért tudjuk, hogy ezek a rendszámtábla tartók sincsenek a legjobb anyagból. Hát egy eszi pattintás, az UV, az így van, eltörik, leesik, utána elhagyod, akkor még nagyobb macera. Így én azt szoktam mondani, akinek van kerékpártárolója, vagy van olyan vonóhorgos autó, amivel fogja szállítani, célszerű ezt kikérni, és akkor utána egyszerűen felrakja az ember, és legálisan tud közlekedni mindenféle bonyodalom nélkül. Ez a szürke rendszám. Tehát anyagát, tipográfiáját, felségjelzést tekintve tökéletesen megfelel a fehér rendszámnak, csak a fényvisszaverő réteg, igen, az alaprétek. Ezt ugye ugyanúgy berakja, én szoktam mondani, hogy célszerű ezekben a műanyagtartóban kétoldalú ragasztót még rárakni, hogyha nem adja az ember kölcsön, akkor meg főleg jó, és akkor biztosan nem tudja elhagyni. Ilyen kis műanyagfülek fogják, azért ez is könnyen elveszíthető. Azért itt rászkódik a legjobban az autó, el lehet hagyni. Még annyi előnye van, és ezt is jól kitalálták, még a sima rendszámból, ami ugye sorozatban van, abból, hogyha egyet elhagysz, akkor a következőnél már le kell gyártatni az újat, ugye, kettőt nem lehet elhagyni. Ennél viszont bármennyit tudsz, elhagyod, bejelented és tudsz egyet. Tehát nincs akkora macera a pótlással. Ezzel a rendszámmal, ezzel az az előny, hogy ezt rajta hagyod a kerékpártárolón, és ennyi. Itt van ez az autó, és itt van ez a bringa, valamint ez a kerékpártartó. Na most a tulajdonosa ezt a kerékpártartót kölcsönkérte ehhez az autóhoz, tehát nem tudjuk megmutatni a szürke rendszámot, viszont arról az autóról legálisan átemelhető. Így van, és ez nagyon egyszerűen leveszi az ember, így, ugye azt eltávolítottam, ezt ide berakom a helyére, itt egy patent, amit ugye be kell rakni, nagyon egyszerű, és innentől kezdve ugye ez teljesen legálisan működik, lehet használni. Szuper, nagyon köszönöm. És visszatérve a múltkori videónkra, a regisztrációs matrica, a szélvédő matricára. Több külföldi kommentelő jelezte azt, hogy de hát mi uniós országban élünk, Németország, és hogy ott nem kötelező a regisztrációs matrica. Most akkor ezen mi a helyzet? Hát ezzel az a helyzet, hogy vannak bizonyos tagállamok, akik bevezették a rendszámok legyártásához, litvánok, most csak amit mondok, talán a szlovákok is, ugye ők bevezették. Ez egy uniós ajánlás volt, ez ugye az a főleg a gépjármű lopások visszaszorítására szolgál ez a regisztrációs matrica, így úgy döntöttek ezek az országok, náluk esetleg a statisztika mást mutatott, így célszerű volt bevezetni és élni ezzel a lehetőséggel. Németországban ugye ezzel nem éltek, akik ugye az elején csatlakoztak az unióhoz, ott még nem volt, viszont ők már uniós rendszámtábla tartóval rendelkeztek, mikor bejött az, hogy legyen még egy azonosítója a rendszámoknak. Ebből adódik az, hogy tényleg vannak olyan uniós országok, ahol van regisztrációs matrica, és vannak olyan uniós országok, ahol nincsen. Nálunk van, ugye sokkal több volt a gépjármű eltulajdonítása, meg hasonló, ezért bevezetésre került.